Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja. Az első ukrán front katonái 1945-ben ezen a napon léptek be elsőként az auschwitzi koncentrációs tábor kapuján. Erre az évfordulóra, valamint a Magyar Kultúra napjára emlékezve nyílt kiállítás Janics Attila fotográfus Lengyelországban készült képeiből Nagykállóban. A fotós 2014-ben járt a helyszínen, az alkotásokból tavaly nyílt először tárlat. Hazajöttünk, elkezdődött a képválogatás. Ekkor már volt konkrét célja a témának. 2015. január 27-én volt 70 éve, hogy felszabadult az Auschwitz-Birkenaui tábor, és ennek kapcsán nyílt egy kiállítás Nyíregyházán a zsinagógába. Az, hogy én ott a képeim kiállíthattam, ezért külön köszönet a nyíregyházi zsidóhit közösségnek, hogy ezt lehetővé tették számomra, illetve az, hogy ezután folyamatosan barátok, ismerősök mondták, hogy úgy gondoljuk, hogy az a 11 kép, amit ott kiállítottál, csúnya szót mondok rá, kevés. Kicsit bővítsük ki. Mutassuk meg az itt élőknek, mutassuk meg az embereknek, hogy miről is volt itt szó. Az Élő múlt című tárlat 27 képen mutatja be a tábor emlékeit, a fotós túlélőket is megörökített. A történelem megértéséhez is segítséget nyújtanak a fotók, hangzott el a megnyitó ünnepségen. Az ennyire drámai, tragikus az emberi történelemnek ilyen fekete szegmensei jobban kontrasztot adnak, jobban megláttattatják azokat a lehetőségeket, amelyek tanítják az embereket, amelyek segítik az embereket, tehát a művészet az a történelem segítségére szolgál. Ez a művészet pedig, amit itt Janics Attila fotoművész nekünk prezentál, ez pedig kifejezetten finom rezdülésekkel, nagyon finom árnyalatokkal és nagyon finoman hozzányúl egy ilyen nagyon kényes témához segít bennünket abban, hogy jobban értsük a múltat és jobban segítse a jövőt. A kibővített tárlat március 1-ig látogatható a nagykállói Radkó József városi könyvtárban.